Szervusztok, kedves gyerekek! Hajvert Ákos vagyok, az Kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola tanára. Ma egy új olvasmányt fogunk feldolgozni, egy mesét fogunk meghallgatni. Egy mai mesét, egy olyan mesét, amelyet úgy is mondanak, hogy kortárs mese, hiszen ma élő író írta ezt a mesét, és ha meghallgatjátok, akkor biztos vagyok benne, hogy azt is érezni fogjátok, hogy ez a mese más, mint általában a mesék, amiről már hallottunk. No, de lépjünk tovább. Mi a mese? Na, ha nagyon röviden szeretnénk megfogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy egy olyan világba repít minket, ahol bármi megtörténhet. Ahol hadakozhatunk a hétfejű sárkánnyal, a vasorú bábát lapátra tehetjük és bedobhatjuk a kemencébe, ahol királykisasszonyok táncolnak, ahol királykisasszony veszíti el az üvegcipőjét. Tehát a mesék világában bármi megtörténhet. Táltos paripán repülhetünk, és így tovább, és így tovább. Azt gondolom, hogy elég sok mesét ismertek ahhoz, hogy tudjátok, hogy most miről beszélek. De ezek a mesék hogyan keletkeztek? Mert azt tudjuk, hogy könyvekben vannak, valaki leírta őket. De aki leírta őket, többnyire nem ő találta ki, hanem a mesék igazából valahol sokkal mélyebben, sokkal régebben keletkeztek, és nem egy ember találta ki, hanem sok ember találta ki, méghozzá úgy, hogy valaki elkezdett mesélni egy történetet, majd ahhoz a történethez hozzátettek mások még történeteket, vagy még valamivel színezték, és így alakultak ki a mesék végül. Hogyha meglátjátok ezeket a képeket, akkor azt láthatjátok, hogy itt kukoricát fosztanak, vagy ülnek a fonóban az asszonyok, tehát hogy valamilyen közösségi dolgot csinálnak, valamit együtt. Ugye régen nem volt rádió, nem volt televízió, mobiltelefon pláne nem, valamivel szórakoztatták egymást, miközben közösen dolgoztak, miközben úgynevezett csöndes munkát végeztek, azzal tudták egymást szórakoztatni, hogy vagy énekeltek, vagy pedig meséltek. És amikor meséltek, akkor volt valaki, aki elkezdte a mesét, vagy elmesélt egy mesét, akkor valaki másnak eszébe jutott egy másik mese, és másik mesét mesélt. Ezt úgy nevezzük, hogy kalákában ültek ezek az emberek, és így meséltek, közben ropogott a tűz télen, vagy kinn, amikor dolgoztak, akkor is folyamatosan szórakoztattak egymást különböző történetekkel, ezekből lettek a mesék, aztán jött egy-egy bácsi, aki elment ezekre a helyekre, és összegyűjtötte ezeket a meséket, meghallgatta már az időseket, hogy milyen történeteket tudnak, és azokat leírt a könyvbe, és így születtek meg a mesés könyvek, még nagyon-nagyon régen. Aztán ma már nagyon jól ismerjük, hogy hogyan működnek ezek a mesék, hogyan kezdődnek. Gondolj csak bele, hogy hogyan kezdődik egy mese. Mi az az első sor, ami általában mindig nagyon hasonló vagy ugyanaz. Ugye az egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Vagy akár, ha még hosszabban mondanánk, akkor egyszer volt, hol nem volt, talán a üveghegyeken is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, ott volt egy, és akkor általában király, vagy szegény ember, vagy szegény asszony, vagy királylány, és utána már történik tovább a mese, és a vége a mesének az is nagyjából hasonló, hiszen vagy úgy történik, vagy azt írja, hogy addig éltek, még meg nem haltak, vagy aki nem hiszi, járjon utána, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy vannak nagyon hasonló mesekezdések és nagyon hasonló mesebefejezések is, de ami közte történik, az mind egy picit más. A mai mesék hogyan keletkeznek? Most már azt tudjuk, hogy régen hogyan alakultak ki a mesék, de hogy ma hogyan alakulnak ki a mesék? Ma is összeülnek az emberek? Hát általában nem ülnek össze az emberek azért, hogy mesét gyártsanak, vagy meséket hallgassanak meg egymástól, pedig milyen jó lenne. Próbáljátok ki otthon. Összeül a család, és egy este mondjuk nem tévézünk, nem rádiózunk, nem kapcsoljuk be a mobiltelefont, hanem elkezdünk mesélni történeteket gyártani egymásnak, úgy, hogy mi találjuk ki, és abban bármi benne lehet. A lényeg az, hogy ne essen szét a mesénk, hanem egyik dolog a másikból következzen, és így történjenek a dolgok. Nagyon izgalmas játék ez. Tehát, hogyan keletkeznek a mai mesék? Erre én készítettem egy receptet, mintha szakács lennék. Kell hozzá egy író, legalább egy író, egy füzet,
ha régi módi vagyok, vagy számítógép, ha már nem, egy ceruza, hogyha füzetem is van, és ami nagyon sok kell, a sok-sok fantázia, de ahhoz, hogy sok-sok fantáziánk legyen, azért nagyon sok-sok mesét el kell olvasnunk, hogy minél többet megtudjunk a mesék világáról, arról, hogy hogyan is működnek ezek a mesék. Itt ezen a képen Lackfi Jánost láthatjátok, azt az íróbácsit, aki a mai mesénket írta. És a mai mesénk következik az olvasókönyv 46. oldalán, a világ legrövidebb meséi, részlet, ezt írja, ez a címünk. Mi az, hogy részlet? A részlet azt jelenti, hogy egy hosszabb szövegből van kiemelve egy rész, a ti könyvetekben konkrétan ez a rész, és ha érdekel benneteket a hosszabb szöveg, akkor megtalálhatjátok azt is. Tehát a következő, a mai mesénk így szól. Nem is. A világ legrövidebb meséje egy királyfiról szól, aki tévedésből cipőboltosnak született, és mindenféle lányok lábára próbálgatta a cipőket egész nap, és szagolgatta a nem mindig rózsaillatú kis csülkeiket, és bizonygatta, hogy még a legidétlenebb csillámporos és tangapántos és zsiráf etetős topánka is jól áll nekik. De komolyan, mert nem akarta, hogy kirúgják. Aztán egyszer csak úgy megutálta a cipőket és a divatmajom királykisasszonyokat, hogy otthagyta a boltot, feleségül vette egy mezítlábas pásztorlánykát, és azóta is terelgetik együtt a birkákat, télen-nyáron, esőben, hóban. Hát eddig szól a világ legrövidebb meséi közül az egyik, amelyet Lackfi János írt. Hát nagyon furcsa dolgokat hallottunk mi ebben a mesében, olyan dolgokat, amik igazából talán nem is illenek egy mesébe. De úgy gondolta az íróbácsi, hogy játszik a fantáziájával, játszik a szavakkal, és megpróbál egy olyan mesét összeállítani, amelyben van egy pici régi is, meg van egy pici új is. De mielőtt még a régiről és az újról beszélek, beszéljünk egy picit arról, hogy voltak-e ebben a szövegben olyan szavak, amelyek számotokra ismeretlenek voltak, vagy nem vagytok egészen biztosak a jelentésében. Én néhányat kiemeltem, amit azt gondolom, hogy talán nem ismeritek, vagy lehet, hogy egy részetek közületek nem ismeri. A topánka, ugye a topánka egy olyan bebújós cipő, amelyet nagyon könnyű fölvenni, levenni a lábunkról. Az idétlen szó, az azt jelenti, hogyha valaki folyamatosan diliskedik, és nem akar komolyan hozzáállni a dolgokhoz, az az idétlen. Na most mi az, hogy tangapánt? Hát azért ennek igazán komolyan utána kellett járnom, hiszen van olyan fürdőruha, és van olyan alsónemű, aminek ez a neve, hogy tanga, de hogy a cipőkkel kapcsolatban hozzuk a tanga kifejezést, az számomra is igencsak új volt, de azt gondolom, hogy megtaláltam, legalábbis szerintem ez lehet a tangapántos szandál vagy cipő, amit itt láthattok ezen a képen, és az, hogy pláne, hogy zsiráf etetős cipő, na ez meg mi lehet? Hiszen annyit tudunk, hogy a zsiráf nagyon hosszú nyakú állat, nagyon magasan van a feje, tehát a zsiráfot megetetni csak úgy tudnánk, hogyha mi is nagyon magasan lennénk. Vannak olyan típusú cipők, amelyek elég magasak, és nem csak a sarkuk, hanem a talpuk is magas. Biztos nem lehet könnyű bennük járni, de vannak olyanok, akik ezeket a cipőket szeretik, és ilyen cipőben járnak. Valószínűleg az íróbácsi ezekre a cipőkre gondolt, amikor zsiráf etetősként jelölte meg őket. És ugye divat majom. Hát gondolom, hogyha valaki ezt az összeset egyszerre szeretné, és még ráadásul idétlenkedik is, abból divat majom válik. A divat majom általában azt jelenti, mit jelent ez, hogyha majmolunk valamit, ugye utánzunk valamit, ebben az esetben az aktuális divatot utánozzuk főleg, de nem is az a gond, ha utánozzuk, hiszen hogyha választékosan válogatjuk meg azokat a dolgokat, amiket az aktuális divat diktál, akkor akár még ízlésesen is felöltözhetünk, de ha egyszerre akarunk mindenfélét magunkra venni, egyszerre akarunk mindenféle mai divatnak megfelelni, akkor már nem csak egy dolgot majmolunk, hanem nagyon sok mindent, és így divatmajom válhat belőlünk. Ne legyen belőletek divatmajom. A királyfi és a lábbeli, ugye? Ez a mese
a királyfiról és a lábbelikről szól. Meg persze királykisasszonyról is, sok királykisasszonyról, de a királykisasszonyok aktívan nem is vesznek részt nagyon a mesében, de mi ismerünk olyan hagyományos meséket, amelyekben a királyfi is, meg a lábbeli is megjelenik, sőt, királykisasszony is, vagy hercegnő is jelenik meg benne. Én kettőt jelöltem meg, amelyben biztos vagyok, hogy megjelenik. Az egyik képen egy tök hintót láttok, és remélem, hogy bevillan nektek, hogy melyik mesére gondolok. Ez a Hamupipőke című mese, ugye arról szól a történet, vagy legalábbis a történetnek a vége, hogy ott hagyja a kastély lépcsőjén Hamupipőke az üvegcipőjét, és a királyfi meg akarja találni ennek a tulajdonosát, ennek a cipőnek a tulajdonosát, és a végén, amikor megtalálja, akkor a hányatott sorsú hamupipőkéből hercegnő válik. A másik királyfős és cipős történet pedig a Széttáncolt cipellők című mese. Hogyha esetleg nem ismeritek, akkor érdemes utána néznetek. Az egyik azt hiszem, hogy a Grimm testvérek meséje, a másik pedig egy francia népmese, vagy legalábbis a gyökerei a francia népmesék közül törnek elő, és most már természetesen mindenki ismeri őket. A Széttáncolt cipellőkben is nagyon sok cipő van, több herceg kisasszony, akik minden éjszaka elszaggatják a cipőjüket, és hát van egy gonosz mostohájuk, aki meg akarja tudni, hogy hogyan történik ez, vagy pedig az édesapjuk a király, ki hogy ismeri a mesét, ennek is nagyon sok változata van. A lényeg az, hogy egy királyfi szegődik a nyomukba, és ő fejti meg ezt a rejtét. Hát amiről Laczfi János ír ebben a mesében, az olyan alaptörténet, amit már ismerünk mi is, ismertek ti is. Csak ő ezt tovább gondolta, a saját fantáziájával töltötte ki. Így kerülünk egy hagyományos mesehelyről egy boltba, így lesz a királyfinkból bolti eladó, és így lesz a királyfiból egy csalódott olyan bolti eladó, aki nem szereti már a király kisasszonyokat, mert folyamatosan meg kell őket győzni, hogy ilyen-olyan, amolyan cipőket tudjon eladni nekik. Miben hasonlít és különbözik a hagyományos mese és a mai mese? Ugye a hagyományos mesében a királyfi, királylány, pásztorlány megtalálható. Ebben a mesében is megtalálható, amit ma olvastunk, de abban különbözik, hogy mai szavakat használ, ugye ez a csillámpor, tangapánt, zsiráfetető, és így tovább, és mai helyzetbe hozza bele a mesét és a mese szereplőit. Tehát a cipőboltba, az, hogy a királyfi eladó, hogy nem akarja, hogy kirúgják. Ugye hát ma is nagyon sokan vannak ezzel, és vannak így vele, hogy nem szeretnék elveszteni a munkahelyüket, ezért csinálják néha azt is, amit nem olyan szívesen csinálnak. Tehát, hogyha ez összejön a hagyományos és a mai, ezek a kulcsszavak, akkor már egy mai mesénk van, amely hagyományos alapokon nyugszik. Mi lenne, ha mi együtt írnánk egy mai mesét? Én adok néhány szót nektek, hagyományost is és mait is, és próbáljunk meg ebből egy történetet kanyarintani. A hagyományos szavak királyfi, sárkány, királylány, táltos paripa, és a manapság használatos szavak, mobiltelefon, versenyautó, távoktatás, ebben vagyunk benne. Próbáljunk most meg ezzel összesen készíteni egy mesét. Nem kell, hogy leírjátok, elég, ha csak elmesélitek. Csak meséljétek el valakinek, tehát nem magatokba meséljétek, hanem meséljétek el bárkinek, anyának, apának, egymásnak, tesónak, és aztán higgyétek el, hogy nagyon sokat lehet nevetni is egy ilyen történeten, amelyet, amikor összevegyítünk a régi dolgokkal és a mai dolgokkal, akkor egy elég vicces történet keveredhet ki belőle. Azt tudom nektek javasolni, hogy valóban olvassatok sok mesét, én csak ajánlanék néhány mesét, amelyeket én is ismertem gyerekkoromban. Ezek inkább hagyományos típusú mesék. A Mindennapra egy mese című kötetet remélem, hogy sokan ismeritek, de ugyanakkor a Grimm testvérek legszebb meséit, vagy
a világ legszebb meséit, hercegnős meséket, vagy a 77 magyar népmesét. Bármelyiket, olvassatok többet, és higgyétek el, hogy a fantáziátok is sokkal gazdagabb lesz, de ha már hagyományos mesékről beszélek, akkor azért nem mehetek el a mai, modern mesék mellett sem, és itt pedig konkrétan vajdasági íróknak a meséit szeretném nektek ajánlani, méghozzá Csík Mónika Szekrénylakók című mesekötetét, Mészáros Anikó Epreskerti mesék című mesekötetét, Toma Viktória Szél Jankó és a Kis család című kötetét, és Rafai Endre a Sárkány bögréje című kötetét. Mindegyik kiváló, én nagyon jókat szórakoztam, amikor olvastam együtt a gyerekeimmel. Olvassátok ti is, és higgyétek el, hogy sokkal nagyobb és sokkal több lesz a fantáziátok. Nézzétek meg ezekkel az írónőkkel történt beszélgetést, hogyha ezt a kódot beszkenelitek a telefonba, meg tudjátok nézni. Mészáros Anikó, Csík Mónika és Toma Viktória beszélgetnek. Érdemes megnézni, hiszen megismerhetjük őket egy picit közelebbről is, azokat, akik a könyvek mögött vannak, vagyis a könyvek íróit. Én nagyon szépen megköszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy sok-sok mesét olvastok ezután is. Viszontlátásra!